A legenda szerint Skócia Inverness városának tavában egy rég kihaltnak tartó dinoszauruszfaj fennmaradt példánya rejtőzik. Azonban az állatok egyedei is öregednek és meghalnak, így a fennmaradás csak egy teljes populáció, vagyis szaporodási közösség fennmaradása esetén lehetséges. Ennek fényében nehéz elképzelni, hogy egy sok példányból álló népesség nem csak fennmaradhasson, de el is rejtőzhessen egy tóban. A Loch Ness ráadásul nem elég nagy még egyetlen egy dinoszaurusz család fennmaradásához sem, valamint az évek során már többször is befagyott. A Loch Ness-i szörny legendája 1933-ban keletkezett, amikor a tó környékén autókázó George Spicer és felesége egy különleges és hosszú nyakú lényt láttak. 1934. április 19-én fénykép is készült arról, hogy hosszú nyaka és feje kiemelkedik a vízből, azonban később kiderült, hogy hamisítvány, majd a képet játékhajóra erősített idomok közeli fényképezésével készítették. A médiában először halszörnyként, tengeri kígyóként és sárkányként emlegették, majd végül az 1940-es évektől kapta a Loch Ness-i szörnynevet, amit Nessie-ként kezdtek becézni. 1941-ben egy olasz lap azt állította, hogy az olasz légierő egyik gépének sikerült bombákkal megszórnia a tavat. A művelet szerintük olyan jól sikerült, hogy maga a szörny is elpusztult. A brit kormány 1979-ben komoly lépésre szánta el magát, és úgy döntött, végére jár a legendának. Azt tervezték, hogy kamerákkal felszerelt beidomított delfineket vetnek be Nessie felkutatására, de végül nem lett semmi az egészből. Steve Feltham 28 éves korától kezdve, vagyis 1991 óta a Loch Ness partjának közvetlen közelében él, és próbálja lencse végre kapni a szörnyet. A férfi olyan kitartó, hogy életművéért már egy Guinness rekorddal is jutalmazták. A 21. században a 2017-es év számít rekordnak, mert abban az évben 80-an is állították, hogy látták Nessie-t. A múlt század 30-as éveiben viszont az észlelések száma meghaladta a 20-at is bizonyos években. A szörnykörészült legendáknak köszönhetően évente több mint 1 millió turista keresi fel a tavat, ami így átszámolva több mint 15 milliárd forinttal gazdagítja a skótokat minden esztendőben. A következő videóban találkozunk, sziasztok!